Kedves nézőink, tisztelt sportolótársaink! Amint azt mindannyian tudják, Urkut községben rendkívül sikeres labdarúgó, továbbá női kézilabda és tekercsapat működik. Egy fiatalokból álló, lelkes csapat áldozatos kutatómunkával megpróbált utána járni, hogy a jelenkor sikerei hova és meddig is nyúlnak vissza, továbbá a falu sportélete hogy alakult az elmúlt évtizedekben, az 1920-as évektől kezdve egészen a jelenig. A sport közösség formáló ereje óriási, hatalmas társadalmi potenciál rejlik benne. A következő videóban megpróbálom képet adni Urkut múlt századbeli és jelenkori sport életéről. A Fiatalok Lendületben program bemutatja, múltból építjük a jövőt. A következő percekben tekintsünk vissza, hogy milyen volt 85 éve az urkuti futball élet. Magyarországon, ahogy a világ bármely pontján, napjainkban az egyik legnépszerűbb sportág a labdarúgás. Urkuton 1928-ban megalakult egy bányás sportegyesület, méghozzá az Urkuti Levente Egyesület. Az akkori futballpálya a mai közösségi ház helyén állt, majd a pálya területére iskolát építettek a 30-as évek végén, így az 1940-es évek elején a Kaphegy oldalában alakították ki az új sportpályát. Egyes forrásokból lehet tudni, hogy a bányás zenekar létrejötte szorosan összefügg ezzel. Sajnos a kezdeti időkről kevés információ van, de annyi bizonyos, hogy a labdarúgás már akkor lázba húzta a falu fiataljait. Egy 1947-es irat szerint a sportkör Urkuti Testedző Egyesület néven szerveződött újjá Sütő Nándor elnöklésével. A leggyorsabban fejlődő sportág a labdarúgás volt, mely népes szurkolótábort vonzott a pálya szélére. Volt, hogy a község három csapatot is eltartott. A mezitlábosokat, az ifjúságiakat, illetve a felnőtt csapatot. Az 1950-es években, mint az országban mindenütt, sok híve és lelkes művelője volt a sportnak, az aranycsapat időszakában nem is lehetett ez másképp. Emlékezetes meccseknek voltak szentelni a szépvetési pályához a meredek köves úton felkapaszkodó nézők. Az egész falu megmozdult, hogy láthassák a jóképességű, lelkes futballistákat játszani. A bányánál dolgozó játékosok szerettek itt játszani, mert érezték a megbecsülést. Akkor a bányaira fölmentett. Akkor ilyen lehetőség is volt. Fölment egy aknába kellett menni, ugye a bányába le. És akkor ők ide lejtoknához tettek, ide helyeztek, az őszeg az árnyunk volt az aknához. De ugye három szobba kellett menni. Amikor délután is voltam, persze nem tudtam edzésen menni, ugye, mert akkor ott voltam. Ők azt mondta, persze azért a foci csak meglátszott, ugye, hogy nem ment úgy, ahogy az előtt megvizet. Akkor a nagy bánya másképp, ugye volt az a hármasoknál az aknához. A főnök ugye, akkor az azt mondta, fiam, lejössz oda hozzám a hármasoknához, igaz, másszább kell menned, többet fogsz keresni, és amikor edzés van, ha délutános vagy, akkor nem kell bejönnöd zsigtel, hanem elmész a pályára edzeni. Úgy én neki betagyot tettem. Rigel Rezső egy emlékezetes versben örökítette meg az akkor játszó focistákat és a mérkőzések legszebb pillanatait. Az Urkuti futballcsapat. Levente Egyesületünk futballcsapata ebben a kis versben lesz összefoglalva. Német tanító úr erős akarata vitt rá bennünket a futballra. Mert ő a csapatunk kitartó vezére, sportember ő, ezt tudja mindenki. Minden Levente, míg él, emlegeti. Cseke tanító úr a segítőtársa, minden Leventének őszinte barátja. Ők ketten csapatunk biztató lelke, ezért is jutunk szép eredményre. Robert Kari, a mi kitűnő kapusunk, ha jó napja van, veretlenek maradunk. Olyan szép a hasalós védése, hogy ez hat lányra, legényre, fiatalra, öregre. Csédi Pál Beck és csapatkapitány, Bakonyban őt szereti minden lány. Ő a rangidős pedig köztünk kár, mert kiesik közülünk, ha a szezon lejár. A kantinban föliratunk egy hatalmas cekket, így búcsúztatjuk a kapitányt és Becket. Paf Jóska, a másik Beck, nagyon jó a lába. A labda akárhogy jön, ő azt eltalálja. Egy jó tulajdonsága van még neki, nem hozza őt zavarba a közönség. Halftársai Fújt Jancsi és Rigel Jóska, őtőlük hátrább ritkán megy a labda. Ezért haragszik kapusunk a Kari, mert kénytelen újságot olvasni. Most írom le a dicső csatásort, nekik a dolguk rúgni minél több gólt. Centert játszik idősebb Fújt Jancsi, ő tud szúrósat kapura rúgni. Ha jó napja van, ő a helyzet ura, tombol a közönség, bütyök rúg kapura. Robert Jóska, a bal összekötő, ha jó helyzete van, kapura lő. Elég gyorsan rakja lábait, egy jó passzot azonnal továbbít. A bal szélsőnek adja, Hartmann Marcinak, ki jó irányítással berúgja a kapusnak.
Olyan erősen rúgja a kapuba, hogy a bíró gólnak lefújja. Havasfalvi Marci a jobb összekötő, futballistának szánta a teremtő. Robert Jancsi játszik jobb szélsőt, ajánlom, hogy húzzon lábszárvédőt, mert lábát jól elintézték, buka fölött az ománcot leverték. Vágfalvi Jóska center halfot játszik, az ellenféle csúfosan elbánik, mert neki igen kemény a feje, egy pár regény a sípcsönt védője. Izgalommal várja a kirúgott labdát, a fején megakad és már is adja át. Vele együtt a csapat 11 embere, német tanító úr büszkesége. Jászunk legyen, fegyelem és erő, e verset írta Rieger Rezső. Az eseménydús, színes derbikről még mindig óriási pártéléssel beszélnek az akkori focisták. Kerültem, annak idején hát adtak valami cipőt, de az egyik az legalább ennyivel, két-három centivel nagyobb volt, az hát szírnában küzdtem össze, hogy hát lehetett ilyen lábam. Nem volt annyi főszerelés, meg ilyesmi. Örültünk, hogy a főmehettünk játszani. Az elment jelen szépen, és ugye kapra rúgott. És hát akkor még nem voltak ilyen kemények a hálók kifeszítve, ugye? És a kapufán kívül ment be, de a kapu belül került a labda, ugye? És akkor legaz hozzá, a bíró a Cefernek van, nem is se felejtem el. Cefernek volt itt a bíró, hát meg fújt, ugye? Így intett, ugye, között, ugye, kijön. Én azt hittem, hogy kirugás ítél, ugye? Oda futottam, elkaptam a nyakát. Elkaptam a nyakát. A szegény Roma Jancsa nincs, hogyha nem veszik el kezem, nem elégre fújtottam volna. Akkor, mikor elmentem, akkor kapott el, amit akkor azt mondja nekem, ha jó, nem azt mondja, ha én közép kezdésre intettem. Ahonnan ne arra gondolom, hogy én azt hittem, kirúgás. Én kell, hogy intézve. A labdarúgás mellett több sportágban is sikeresen, eredményesen szerepeltek az urkuti fiatalok, így mindig felvetődött új szakosztályok létrehozásának gondolata, de egyik sem tudott folyamatosan kiemelkedőt küldíteni. A bánya, mint kizárólagos támogató, nem bírta ekkora terhet. Az urkuti mangálmánya tehát már akkor domináns szerepet töltött be a sportterén. A futballcsapat a 60-as, 70-es években stabil pozíciót harcolt ki magának, többnyire a közép- és félmezőnyben foglaltak helyet. Ez alól kivételt képzett a 70-es évek közepén, amikor a megyei első osztályi tagságot átmenetileg elvesztették. A futballisták többsége helyi nevelési játékos volt. 74-ben kezdtem itt játszani, 85-ig, mert akkor szűnt meg a csapat. Ja. Volt olyan, hogy én mikor mondtam volna, hogy Volán ellen, hogy 600 néző volt egy-egyes meccsen, akkor körbe volt a pálya mindig néző. 1972-ben a futballcsapat áthelyezte a székhelyét a Hős utca végén lévő salakos sportpályára. A pályát a később évben befüvesítették, kiváló gárda működött akkor a surkoton, a játékosok szintén a mangálványában dolgoztak. Rendkívül tehetséges, sokoldalú játékosok alkották a keretet, akik az mellett, hogy helyi férfiak voltak, színes egyéniséggel és kiváló erényekkel bírtak. Többen megfordultak más csapatokban is, de Urkut maradt mindig a szívük csücske, pályafutások itt teljesedett ki, felejthetetlen meccsekről tudnak nekünk mesélni. Anekdót, hát én is tudnék mondani a pályafutásom során, ez egy elég érdekes dolog volt. Zajk egy bányásszal játszottunk itthon, és a bányász felkelősét harcolt. Az első fél időben kaptunk egy 11-es, amit az idősek biztos ismerik a helyzőit. Ő végezte el, megfogtam, sikerült megfogni. A második fél időben megint kaptunk egyet, a Gyurival nem merte válni, Szalai Laci tudta. Megfogtam azt is, a játékvezető újra rúgatta. Harmadszorra se tudta már Laci bennünk, és kiesett. Tehát nem ült fel a bányász ezzel a 3-11-essel. Ez volt a csúcs. Az 1986-os év sötét korszak volt a falu sport életében, ugyanis az egész országra érvényes gazdasági recesszió a mangálbányászatot is erősen érintette. Ennek eredményeként a megszorítás első lépcsőjeként a labdarúgás szenvedett kárt. Megszűnt a dotáció, az urkuti bányász, szerencsére csak időlegesen, de eltűnt a magyar futball térképéről. Rendszerváltás után 1993-tól egy agilis testnevelő tanár, Takács Nándor és helyi fiatalok kezdeményezésére Urkuti Sportkör néven újjáélett a labdarúgás, és nem csak újjáélett, hanem virágzott is. Sajnos Nándor bácsi pár éve elhújt, szervező kvalitásait soha nem fogjuk elfelejteni. Hát a Nándor azért
nagyon-nagyon összetett a fogjelentőséget, és úgymond tényleg önnek elérhetetlen érdemei annak a politikai a sport élet megattagulás, elsősorban attagulás elindult a faluban. Ő folyamatosan ugye próbálta a közösséget is építeni, az nem csapatot csinál, és ennek az egyik állomása az volt, hogy elutaztunk Dísztőre, Békés megyébe, ahonnan ő származik. Tehát ugye természetesen mi fiatal gyerekekként óriási élményként éltük meg ezt az egészet. Tehát ti ugye gondolom tudjátok mostani utazások, meg egyéb dolgok, hogy micsoda emlékek. Hát azóta is ugye sokat beszélgetünk erről. Én szerintem az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy igazi jó csapat legyenik, meg jó közösség. 1995-ben a már füvesített pályán 1200 néző előtt az akkori győri Rábaetó csapatával megvívott pályavató találkozóval kezdetét vette a csapat menetelése. A pálya füvesítése és modernizálása áldozatos munkát kívánt. A csapat akkoriban Horváth János elnöksége alatt működött, és a legalsóbb osztályból indulva minden évben egy lépcsőt feljebb lépve 1997-ben már a megye legjobb csapatai között találhattuk a gártát. Az első bajnokságon részt vettünk 93-94-ben, a Veszprémi körzetbe indultunk el. Ott folytattuk 94-95-ben is, sajnos nem sikerült megnyerni a bajnokságot, így léptünk egyet, és akkor a Zajkai körzetbe jöttünk át. Aztán itt az első évben megnyertük a bajnokságot. 2003-2004-es szezonban bajnok lett a csapat, majd a keretet fokozatosan feltöltve ajkai játékosokkal 2010-ben, továbbá 2011-2012-2013-ban is bajnoki címet sikerült szerezni. Két dolog véget hoztunk, egyrészt a játékos, hogyan mondjam, tehát mint játékos, másrészt a későbbiek folyamán is összemezik az orrót is, hogy az ő segítsége nélkül. Hát itt most nem csak az anyagira gondolok, hanem az édesapján keresztül nagyon sok ajkai játékos jött ide. Tehát én észrevettem abban az időszakban, amikor fölkerültünk a megyei első osztályba, nagyon ugye hova ment az ember, hogy egy normális vagy olyan játékost hozzon ide, aki a megyei szintű. És ugye egész megváltozott a helyzet, amikor a Zsolt ide került, és ugye haverok meg az egyéb folytásokat ide jöttek. Berner Zoltán személyében volt az újkori időszaknak olyan játékosa, aki a 90-es élettől kezdve egészen napjaink kivette a részét a sikerekből. Mentünk az utolsó meccsen. Most nem tudom, nem az első évben volt, az első évben szerintem tizediket lettünk. Második évben lettünk, akkor ha döntetlen vagy nyerünk, akkor hatodikak leszünk. És egy óra vezetett a Varsány. És a Novák. Talán és a Novák Panti a 93. percben fejelte az egy előttő volt, és azzal hatodikak lettünk. Hát az ott már meccs előtt, amikor felálltak a csapatok. Ugye itt volt, hogy milyen szurkolódában voltam. Már is ilyen csel, emlékszem. Hát a pénztárszalagok, az újságpapírok, tehát nem, tehát egy 10 percet később kezdett a mérkőzést, de nem tudom, biztos teljesen játszottam akkor a játszottam. Tehát később is kezdődött a mérkőzés, mire levitték a pénztárszalagot, tehát az egyik félpálya az tiszta fehér volt, úgyhogy szenzációs volt. Hát ott a 93. perc, vagy a 92. ott a vége felé, amikor az Anti befejelte, akkor pedig befutottak a szurkolók is, tehát körülbelül 50 ember sarhatékat lehet. A csapatnak több emblematikus alakja is van, akik több-kevesebb megszakítással az Urkut esetleg színeiben játszottak. És volt ott hár úriember, az egyiket ismertem a Csörei Laci bácsit, azt mondja, hogy volt egy akkor, és az biztos. És utóla tudod, hogy kenyeres út volt, és a Raksóban még hát egy bácsi ismerjük szerintem. Aztán kérdezték, hogy lenne kedvem ide jönni, hát mondom, persze mondom, legalább akkor hétvégén úton lehetek, és előny volt.
az akkor a Polánynak a játékosa voltam, de ugye akkor a Polánynak az elnöke az édesapám volt, és a Dani bácsit azért már régóta ismerték a szüleim, és könnyen meg tudtak egyezni, hogy egy fél évre ide jöjjek kölcsönjátékosként. Hát megadom őszintén, életem egyik legszebb férje volt, mert nagyon jól éreztem magamat. Horváth János az elnöki székben Tepcsaba követte, aki egészen 2011-ig töltötte be ezt a pozíciót. 2011-ben tragikus hételességgel elhalt. Rá emlékezünk továbbá mindazon sportársaikra, segítőkre, sporterekre, akik már nincsenek itt közöttünk, és bármi módon részesei voltak az urkuti sportéletnek. Tepcsabát az elnöki pozícióban Várfalmi Norbert követte, aki előtte 2005-től a futballcsapat vezetőedzője, előtte pedig a játékosom is volt. Többszörös bajnok edzőként hagyta hátra a kiskorot és vette át az elnöki pozíciót. A mai napig is sikerrel irányítja az egyesületet, rendkívül sokrétű szervező munka kötődik a nevéhez, tevékenyen részt vállal abban, hogy minden feltétel adott legyen a kiváló szerepléshez. Láttátok az eredményeket, a munkákat, az olyan dolgokat, amiket meg tudunk valósítani. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés hely van ilyen szinten, egy ekkor községben, ilyen szintű sportért, meg ilyen szintű összefogás. Ezt tovább kell vinni, vagy amennyivel ki kell tolni mindenféleképpen. A közelmúlt egyik legnagyobb mértékű beruházása volt a sportpályán lévő öltöző felújítása és rekonstrukciója. Ennek eredményeképpen egy szemegyönyörködtető, modern, minden igény kielégítő létesítményt sikerült létrehozni. Most ha valaki, aki nem volt éve igen már sportpályára, most olyan sportpályára, megnézni, hogy milyen létesítmény készül, meg alakul, meg az a környezet, hogy néz ki. Szóval én azt mondom, hogy egy sikeres pár évet tudunk magunk mögött. Sportkör az önkormányzat hatatos támogatásával valósította meg a terveket. Ez mellett még több, jövőre vonatkozó elképzelés is tervben van. Ebben komolyabb megszorítások nem lesznek, akkor én úgy érzem, hogy ezt a sportszeretetet nem minden képviselőtestület itt abban kellett beleoltani, de aki eddig nem volt benne, abban is azért sikerült többé-kevésbe. Azt hiszem, hogy ezt te is tapasztalhatod a testületi ülésen, hogy nyitottabbak voltak, pozitívabb volt a hozzáállás. Tehát én úgy láttam, hogy ennek a szanyagi támogatásnak a sportkövel való aktív együttműködésnek jövőben sem lesz akadály. A labdarúgás mellett másik nagy népszerűségnek örvend a sportág a faluban a kézilabda. A kézilabda csapat létrehozása a 60-as évek végén, tovább a 70-es évek elején egy rendkívül agilis és nagyon jó szakember hírében álló testnevelő tanár Hidasi Ferenc nevéhez fűződik. A Hidasi Ferencnek nagyon sokat köszönhetünk. Ezzel kapcsolatban 23 éves korában került ide Urkutra, testnevelés és biológia szakot tanárhoz. Előtte Laci beszélt már a Horváth Attiláról, ő került ide 66-ban testnevelőnek. Ő foglalkozott először intenzíven a kézilabdával, az első korosztályban mi voltunk fiúk körül, az 54-esek, 54-55-56-osok. Ez az a korosztály, ahol nagyon sokan voltak.
egy évfolyamon voltunk 70-80-as. Két osztály volt, két gyakorlatilag, két hegymenes osztály. A válogatni könnyű volt. De ez az ember, ez egy különleges ember volt, ez a Hidasi Ferenc, mert ez fanatizálni tudta is srácokat, a lányokat. A lányok oda voltak értem, mert egy csinos fiatal ember volt, mindent megtettek értem, a fiúkat meg tudta úgy fanatizálni, hogy ők is mindent megtettek értem. Egy-két év után indított bennünket az olimpia, a rutori olimpiákon, a lányokkal 4 év után megnyerte az országos rutori olimpiát. Mi voltunk az első fiú évfolyam, aki indultunk, mi a megyeig jutottunk. Kiváló eredményeket ért el, mind a férfi, mind pedig a lány kézilabdásokkal. Mindannyiunk számára felelhetetlen az akkori iskolás lányokból lerúvált úttörő olimpiát nyert gárda, akik emlékezetes meccseket vívtak. Szentes ellen, amikor megnyertük az országos úttörő olimpiát, Szentessel játszottuk a döntőmérkőzést. Nem is tudom mennyire. 4-3. A Szentes között volt egy nagyon jó játékos, és azt kellett fognom, úgy kellett fognom, hogy még labdát se kapjon. Tehát nem, semmi. És a kapja az annyi húlót. Nem tudtam. És így sikerültek, hogy ők lennek. Az volt egy ilyen emlékezetes. Az egy nagyon... Meg a világáig is sok, nagyon sok olyan emlékezetes volt, de ez nagyon jó. Csak a megnyertük a politikát. Lelkesedésük, hozzáállásuk példaértékű és örök a következő generációk számára. A lányok mellett a férfiak is aktívan játszották ezt a csodálatos sportot. Negyedi első osztályban játszottunk, hát úgy tekintettünk magunkra, mint egy kis falusi csapat, amelyek a maga módjára próbál kapaszkodni, meg jó eredményt elérni egyebeket. És voltak úgynevezett Magyar Népköztársaság kupák, és mivel nem volt pályánk, mindig vidékre járt. A sorsolás furcsa folytán, akkor a megyei szövetség összesorsolta a indulókat, akkor volt például a Várkolt, az NB1 Bécs csapat. Egy nagyon jó volt az NB1 Bécs csapat. Volt Ajkán egy alumínium SK-nak volt, akkor egy nagyon jó csapat. Volt olyan, amikor a Temenkár kupának az első fordulójában, ráadásul ezekkel összeengedték például a megye első osztályú csapatot, összeengedték egy Bécsre. Tehát a különbséget, amit érzitek, volt még megyei köztünk, volt még egy MB3-os, és akkor MB2-os, és akkor jött az MB1 Bécs csapat, úgyhogy nagy sikereket nem értünk el, de jó volt velük játszani, meg azért engedtek meg, amikor már mi doktor az egy jó pár volt, hát a többiek a játék sokszínűségére utal, hogy ezt a sportot akkoriban többféle borítású pályán is játszották, legyen az salak, aszfalt, vagy ritka esetben fű. Elég a 60-as években a szürke salak volt a nagypály. Tehát az volt, amikor már szürke salak volt, nem agyag volt, nem a szürke salakot el tudták tenni, az volt akkor a slág. Amikor behozták a teniszpályákra, akkor próbálkoztak a kézlabdapályára, söprabdapályára, a piros örvös alakot behozni, hát az a csúcs volt. Abban az időben, 70-es éve, képzeljétek el, hogy valaki piros alakban tudott játszani, az már egy nagy dolog. Sajnos a gazdasági gondok akkoriban ide is begyűrűztek, úgyhogy a kézlabdasport szervezett és igazolt formában megszűnt a 80-as években Urkóban. A vörös alakot megrendeltük, kapunk, minden megvolt, jártunk ilyen társadalmi munkába kiépíteni a pályát, de sajnos mire elkészült volna a pálya, vagy az Urkuti bánya megszüntette azt, hogy nem lehet kézilabda. 2008-ban alakult újjá a gárda, méghozzá női vonalon. Wolf Péter és Várfabi Norbert mertek nagyot álmodni, és az akkor az ajkai ifjúsági csapatban továbbá Imri Zoltán testnevelő tanár kezei alatt pallérozódó lányokat hazahozták, és megalakult az Urkut SK női kézilabda csapata. Az ajkai ifjú csapatnak a 70%-át Urkuti játékosok adták. És erre
mert úgy egy kicsit úgy rádolgoztunk, és miért nem lehetne úrkuton. Hogyha úgy tudja, akkor lehetne úrkuton is kérdezni. A fiatalokat elindították a megyei első osztályba. A csapatban kizárólag helyi nevelésű, helyi kötődésű fiatalok szerepelnek, ami nagyon nagy szó ezen a szinten. Tehát ugye az Urbácsnak köszönhetően, meg az Edithnek köszönhetően lehet a hús. Mert ugye amikor ő elkezdett kézről, mert azért nem is tudom hány éves volt, 4-5 éves lehettem, és azt csinált, hogy ő rájzott a házfalához, és akkor talált elő. A csapat a megyei első osztályban 2012-ben megnyerte a bajnokságot, 2013-ban pedig megvédte a címét. Ezzel óriási bravút hajtott végre. Táborunk, akik éppen úgy, mint ahogy most itt, már látom, hogy nektek is megy a szurkoló táborotok, és abban az időben nálunk is ez körülbelül így működött, akkor működött itt lenne, tehát nagyobb volt a bányában is a létszám, és sok fiatal dolgozott ott, és hát mind éppen ilyen szurkoló tábort alakítottak ki, mint ahogy most nálatok működik el. Hát sajnos akkor hosszú ideig nem, és én azt szeretném mondani, hogy én nagyon büszke vagyok rátok, mert most megint újból átélem azt, amit én annak idején, amikor ilyen fiatal voltam. És tényleg én csak... Kézilabda és a labdarúgás mellett Urkuton Teke csapat is működik, méghozzá nem is akármilyen eredménnyel. 2001-től szerepelnek az NB3-ban, amit 2011-ben megnyertek, így feljutási jogot szereztek az NB2-es osztályba, amivel éltek is, így elmondhatjuk, hogy a községnek egy eredményes harmadosztályban vitézkedő Teke csapata van. A faluban az igazolt keretek mellett természetesen jelen van a hobbi sport is. A község sportcsarnokát rendszeresen használják a helyi lakosok, továbbá a 90-es évek elején az iskola mellett lévő aszfaltos pályán kispályás labdarúgó bajnokság is zajlott, amely rendkívül nagy népszerűségnek örvendett. Helyi lakosokból alakultak a csapatok, minden generáció képviseltette magát és óriási csapat zajlottak a pályán. A községben sportoló emberekre jellemző a pályán kívüli barátság kialakulása, továbbá a szoros sportbaráti viszonyok ápolása. A futball és a kézilabda csapat játékosai, valamint a vezetőség és a szurkolók hagyományosan jó viszonyt ápolnak egymással. Ennek eredményeként az Egyesület közös programokkal színesíti a falu életét, amik közül kiemelkednek a közös nyaralások, amelyek immár 4 éve vagyunk részesei. Felejthetetlen pillanatok ezek, mert emlékezetessé teszik a nyarakat mind a fiatalok, mind pedig az idősebb családok részére. Több helyen jártunk már, többek között Németországban, Erdélyben és Horvátországban is átéltünk már életre szóló élményeket. Mielőtt menni kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tiéd. Nézd rám,
sokan is sokszor tapasztaltuk már sportpályafutások során, hogy a humor a vidám pillanatok emelkedhetetlen kellékei a sportnak, az öltözőnek. Ezek teszik még emlékezetessébe az elvégzett közös munkát, a sok izzadságot és szenvedést, a küzdést. Legyen az egy katartikus gólöröm, egy húsvéti hangulatban lévő szurkoló, vagy egy lelkes ifjú szakértő. Kis nézőt megkérdezek, mi a véleménye az eddig látottakról, és milyen végeredményt vár? A bíró hát 2-11-es helyzetet nem adott meg. Úgy jó meccs, 1-1. A végeredmény lehetne 2-1-3-1 Urkut javára. Tehát akkor bizony a csapatban? Bizony. Tovább kell jutni a Magyar Kupába. Köszönöm a nyilatkozatot. Kedves nézőink, kedves urkutiak! Amint az imént látott összeállításból is kiderül, Urkuton a sport több mint meghatározó, a közösségi élet domináns eleme. Megpróbáltuk ezzel a kivonattal egy kicsit felidézni a múltat, visszahozni az emlékeket és tisztelegni mindenki előtt, aki részese volt ennek a nagyszerű 85 évnek. Úgy gondolom, minden urkuti lakos büszke lehet az eredményekre, a falu sport útjára és az ebben bármilyen módon részt vállaló emberekre. Köszönjük Önöknek a figyelmet!